zászlaját, azért, hogy szent nevére állátlan is gazvész kiált, ne lássam, ó, dicső hon, halványon arcodat, vagy drágán megfizessék e halványságodat. A sík a magyarok, egyet ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani. E drága földszínén borítsák szerte szét a pártütőknek véres sontjai. Szövetkezett, s a nép szívébe mérget, undokkoholmányt ültetett, s a nép, melyet szabaddá emeltél föl, veled most írtó háborút kezd, ó nemzet ellenet. A síkra magyarok, egybert ragadjatok, hazánkat újra meg kell váltani. E drága földszínét, borítsák szerte szét a pártütőknek véres csontjai. A harcok során kiegyenlítettek voltak a küzdelmek. Végül Ferenc József az orosz cártól kért segítséget. Ez a lépés megváltoztatta a katonai helyzetet. A túlerővel szemben már nem volt esélyünk. Kossuth is reményvesztetten nyilatkozott. Nincs többé remény, hogy az egyesült osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az önvédelem harcát folytassuk. 1849. augusztus 13-án tette le a fegyvert a magyar honvédsereg Rüdiger tábornok előtt. A magyarok megadásának módja bizonyos, szimbolikus jelentést hordozott. Görgei ezzel kívánta jelezni, hogy a magyarokat nem a Habsburg birodalom, hanem a cári haderő győzte le. A tábornokok a világosi fegyverletétel után orosz fogságba kerültek. Legalább 120 halálos ítélet született. Köztük volt a 13 honvéd tábornok is. 1200 szabadságharcos vetettek börtönbe. Több 10 000 katonát kényszersorozásra ítéltek. Sokan kényszerültek bújdosásra. Thank you.
Hajnaú így nyilatkozott. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden tisztet, aki a forradalmárok szolgálatában állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestül kiírtam a gazt, és egész Európának példát fogok mutatni, hogyan kell bánni a lázadókat, és hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelki ismerettel lövetek agyon százakat is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyetlen mód, intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak. Honvéd főtiszt 13, bátor férfi 13, hőskatona 13, igaz ember 13, magyar mártír 13. Erőt vett a rút halálon, és erőt adott a magyarnak, hogy bízzon a virradatban, amely csak felvirradt. A 12 tábornok és egy ezredes, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzését szándékosan időzítették október 6-ára. Ekkor volt az első évfordulója a második bécsi forradalomnak, mely a magyarok miatt tört ki, s végzett Latour hadügyminiszterrel. Hajnaú véres emlékeztetőül és megtorlásként választotta ezt a napot,